Mi a halál? A halál a fizikai test és a lélek szétválása. Amikor a lélek belép egy testbe, azt születésnek hívják, és amikor a lélek elhagyja a testet, azt halálnak nevezik. A test akkor halott, ha a lélek eltávozott belőle. A halál kapuja az élet egyik aspektusából átvezet egy másikba. A halál csupán a testi vagy fizikai tevékenység, a fizikai vagy szervi működés, a fizikai tudat megszűnése. A halál átmenet a lét egyik állapotából a másikba, pusztán a tudatsíkjának megváltozása, mely innentől kezdve az asztrális vagy mentális síkon működik tovább. A jég vízzé olvad, a víz gőzzé, párává, majd láthatatlan gázzá alakul a rezgésszámtól függően. Ennek megfelelően változik az élet is a fizikai, az asztrális és a mentális síkokon. A halál nem vet véget a személyiségnek és az öntudatnak, csupán utat enged az élet egy magasabb szintű formájának. A halál csak átjáró a teljesebb élethez. A halál nem a személyiség megsemmisülése, csak egy fontos egyéniség megszűnése. Pusztán formaváltozás. Az élet tovább folyik, hogy véghez vigye az univerzum meghódítását. Az élet tovább folyik, amíg el nem merül az örökkévalóban. A halál nem az élet vége, csupán az élet egy aspektusa. Természetes része az élet folyamának, melyre szükséged van, hogy fejlődhess. A halál nem az élet ellentéte, csak az élet egy szakasza. Az élet szüntelenül árad tovább. A gyümölcs elenyészik, de a magja duzzad az élettől. A mag is elpusztul, de hatalmas fa nő ki belőle. A fa szintén meghal, de értékes szén lesz belőle, és így az ásványban él tovább. A víz elpárolog, de láthatatlan gőzzé válik, amely már az új életet hordozza magában. A kő is elporlad, de a méz, amivé válik, tele van új élettel. Csak a fizikai burok semmisül meg, de az élet fennmarad. A test megsemmisülése semmivel sem rosszabb, mint az alvás. Ahogyan az ember elalszik, majd felébred, ugyanúgy meghal és megszületik. A halál az alvás, a születés az ébredés. A halál egy új, jobb életre ad lehetőséget. A bölcs nem fél a haláltól. Tudja, hogy a halál az élet kapuja. Számára a halál nem az a kaszás csontváz, aki elvágja az élet fonalát, hanem angyal, aki arany kulcsával kinyitja neki az ajtót egy nagyobb ívű, teljesebb és boldogabb létezés előtt. A halált születés követi, hasonlóan az alvás utáni ébredéshez. Az ember azt a munkát folytatja, melyet előző életében hátrahagyott. Ezért nem kell félned a haláltól. A születés és a halál a mája szemfényvesztése. Aki megszületik, a halál felé tart. Aki meghal, az életre kell. Az élet halál, és a halál élet. A születés és a halál csak a bejárat és a kijárat az élet színpada. Ahogyan átköltözünk egyik házból a másikba, ugyanígy a lélek is egyik testből a másikba költözik, hogy tapasztalatot szerezzen. Épp úgy, ahogy az ember leveti elhordott ruháit, és újat vesz helyette, a test lakója is leveti elhasználódott testét, és új testet ölt. Ó, ember, egyáltalán ne félj a haláltól. A halál pusztán a mája csalóka tüneménye. A halál csak az elemek feloldódása. Te magad halhatatlan, amarra vagy.